Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.splcstudio.hu. Segítség a családoknak. 10 000 forintos ajándékutalványt kapnak a kisgyermekes szekszárdi szülők. Harapásért börtön. Súlyos sérüléseket okozott az agresszív férfi. Lift felújítás. Nem lehetett tovább várni a korszerűsítéssel. Megkezdődött a szüret. Jó évjáratra számítanak az idén a szekszárdi borászok. A Tolnatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! 10 000 forintos ajándékutalványt kap minden szekszárdi család, ahol 2019. január 1-e után született gyermeket nevelnek. A város képviselőinek mostani döntése nem az egyetlen, amelyik kifejezetten a gyermeket nevelő párokat segíti. Korábban egy fontos szűrővizsgálat költségeit vállalta át a város, egy másik helyi rendelettel pedig azokat az anyákat segítették, akik legalább 3 ikergyermeket szülnek. Ajándékutalványt kap minden szekszárdi család, ahol 2019. január 1-e után született gyereket nevelnek. A több gyermeket nevelő családok többször is részesülhetnek az önkormányzat támogatásából. Erről döntöttek a Tolnai megyeszékhely képviselői hétfői ülésükön. Ahol a figyelünk a családokra, és fontosak nekünk a családok, és ezt szeretnénk megjeleníteni. És hát természetesen ez egy kis kapocs lehet a városhoz, azt szeretnénk, hogy még élhetőbb, még vonzóbb lenne a szekszárdi a fiatalok, kisgyermekesek számára. Az ajándékutalványokat tápszerre, étrendkiegészítőkre vagy akár ruházatra is be lehet váltani. Szekszárdon nem ez az első alkalom, hogy a helyi önkormányzat célzottan segíti a városban élő kisgyermekes családokat. 2016 óta több SCZO rendeletet is hoztak. 2016 márciusában döntöttük arra, hogy az ultrahangos vizsgálatot a kisgyerekek esetében megfinanszírozza a város valamennyi szekszárdi lakóhely rendelkező kisgyermekes család részére, illetve a 3 gyerekes vagy több gyerekes ikerszülések esetében 1 évi gondozót biztosítunk minden költségével a családok számára. A most elfogadott rendeletnek köszönhetően évente több mint 400 szekszárdi újszülött családjának tud segítséget nyújtani a város. Bemutatta a szekszárdi képviselő és polgármester jelöltjeit a Mi Hazánk mozgalom. A párt polgármester jelöltje a Tolnai megyeszékhelyen Ótos Attila lesz, aki egyben az 5-ös számú körzet képviselőjelöltjeként is indul az októberi választáson. Az ügyvédként dolgozó jelölt azt mondja, tőzsgyökeres szekszárdiként jól ismeri a helyiek igényeit és problémáit. A jelölt bemutató sajtótájékoztatón Volner János, a Mi Hazánk mozgalom országgyűlési képviselője azt mondta, a jelöltjeik beágyazottak Szekszárd közéletébe, és eltökélt céljuk, hogy a város lakóinak érdekeit képviseljék. Börtönbe kellett mennie egy férfinak, mert megharapott valakit Szekszárdon. A 29 éves vádlott az utcán fényes nappal verekedett össze egy ismerősével, akinek a dulakodás közben akkorát harapott az ujjába, hogy az áldozat 8 napon túlgyógyuló, súlyos sérülést szenvedett. A harapós férfinak nem ez volt az egyetlen bűncselekménye az elmúlt évek alatt. Korábban többször elítélték már garázdaság miatt, sőt felfegyverkezett garázdaság miatt is felelnie kellett már. A bíró ezért most úgy döntött, letartóztatja a férfit. A bíróság a letartóztatását azért rendelte el a gyanúsítottnak, mivel korábban már többször volt büntetve, erőszakos cselekmények, felfegyverkezve elkövetett garázdaság, valamint súlyos testi sértés büntette miatt. Jelen eljárás tárgyát képező bűncselekményeket is 2 felfüggesztett szabadságvesztés hatája alatt követte el, melyek szintén nem tartották vissza attól, hogy újabb bűncselekményeket kövessen el. Így a nyomozási bíró álláspontja szerint, amennyiben szabadlábon védekezne, úgy agresszív a korábbi bűnöző életmódja miatt fokozottan fennáll annak a veszélye, hogy újabb hasonló bűncselekményeket követne el. Teljesen felújítják a szekszárdi Balassa János Kórház szülészeti osztályának több mint 30 éves liftjét. Az épület egyetlen ilyen személyszállító eszköze megérett a cserére. A biztonságos működés és a betegellátás miatt a berendezés cseréje elkerülhetetlenné vált. Ez a felvonó 1989-ben lett üzembe helyezve, tehát 30 éves. Ez a hajtómű, ez azóta működött. Bármennyire is nehézséget okoz majd az elkövetkezendő 2 hónapban a munkaszervezés, a kórház szülészeti osztályán a lift felújítása nem várathatott tovább magára, mondta Németh Csaba, az intézmény főigazgatója.
54 lépcsőn kell a betegeket, és az ellátáshoz szükséges minden anyagot mozgatni ahhoz, hogy tudjon működni a szülészeti osztály. Ez lift nélkül, egy megbízható lift nélkül igen-igen akadozó. Most ezt a két hónapot kell ahhoz kibírnunk és átvészelnünk, hogy a jövőben egy megbízható működést tudjunk produkálni. A felújítás során egy a mainál sokkal modernebb, a kor igényeinek és a betegellátás biztonságának megfelelő berendezés áll majd szolgálatba. A JATE pályázatnak köszönhetően a felvonó teljesen végül is ki lesz cserélve. A hajtómű, a vezérlés, a fülke, az összes aknahajtó, tehát egy magyarán egy új felvonónk lesz. És hát ami lényeges még, hogy korszerű vezérléssel. A lift felújítás az első lépése a szülészeti osztály tervezett korszerűsítésének, mondta Németh Csaba. Várhatóan a késő őszi hónapokban elkezdődik a családbarát szülészet pályázat finanszírozásával egy teljes szint rekonstrukciója is, megközelítően 110 millió forintból. A lift csere a Paksi Atomerő Műjövőnk Energia pályázatából, míg a szülészet korszerűsítése a kormányzat támogatásából valósulhat meg. Jó két héttel később kezdődött a szüret időszaka a szekszárdi borvidéken idén, mint tavaly. A borászok a csapadékos idő miatt leveses termésre számítottak, de meglepetésükre az első mustok testesek, zamatosak voltak. Úgy vélik, 2019-ben akár csúcsborok is készülhetnek az őszi időjárástól függően. Több borász újdonsággal rukkal elő 2019 őszén. Vannak, akik pezsgőt is piacra dobnak. Megkezdődött a szüret a szekszárdi borvidéken is. Az ország déli borvidékein Irsai Olivérrel indult a 2019-es szezon. Bősz Adrián, a szekszárdi hegyközségi tanácselnöke azt mondja, idén két héttel később kezdődött a szüret a borvidéken tavalyhoz képest. A szőlőnek a paraméterei azok nagyon-nagyon szépek voltak, nagyon arányos volt benne a sava, pH, cukor tartalom, és hát eddig most a tartályban úgy nézem, hogy egy nagyon szép tétel is erjed benne. Szeptember elején elkezdik leszedni a kék szőlőt is. A rózé alapanyaga után a kékoportó szürete következik. A hegyközségi tanácselnöke azt mondja, a csapadékeloszlás és a napsütéses órák száma kedvezett a borvidéknek. A bor minősége és mennyisége az őszi időjárástól függ. Ha nem túl meleg, száraz, kellemes klímájú őszünk lesz, akkor biztos, hogy még nagyon-nagyon sokat hozzá fog tudni tenni a minőséghez. Hogyha nagyon csapadékos lesz, sokat esik az eső, borongos lesz, akkor viszont az biztos, hogy valamilyen szinten rontani fogja, vagy legalábbis csökkenteni fogja az érést. Az érésnek az intenzitását, úgyhogy mi bízunk abba, hogy egy meleg száraz ősznek nézzünk elébe. Mészáros Pál borász a tavasszal és nyáron lehullott sok eső miatt leveses termésre számított, de az első mustok testesre sikeredtek, mondja. Az Irsai Oliver mustja már el is forrt, a rozé is jóval sötétebbre sikeredett, mint a korábbi években. Úgy vélik, 2019-ben akár csúcsborok is készülhetnek. Úgy néz ki, hogy nagyon jó minőségű borok lesznek. Az Irsai Olivért már leszettünk, meg szedtünk rozénak egy kis Zweigert Pinot Noir házasítást, és hát mindegyiknél az a tapasztalat, hogy hát könnyebbek a fürtök, könnyebb a bogyó, nagyobb a beltartalom. A borászatok több újdonsággal, új dizájnnal, új háziasítással készülnek a 2019-es szüreti fesztiválra, és többen közülük tervezik a pezsgő piacra dobását is. 2020-tól tehát már a következő felvételi eljárásban csak azok a jelentkezők nyerhetnek felvételt a felsőoktatásba, akik legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek valamilyen idegen nyelvből. A jelentkezettek körülbelül felénél ez azonban hiányzik. A Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karára idén felvételt nyert hallgatóknál 54%-os az arányuk. A kar ezért különleges akciót hirdet a tovább tanulni szándékozóknak. Az intézmény középfokú nyelvvizsgára felkészítő nyelvtanfolyamokat hirdet angol és német nyelvből, és vállalja, hogy azoknak, akik a nyelvvizsga megszerzését követően a KPVK valamely képzésére felvételiznek első helyes jelentkezőként, visszafizeti az egyébként is kedvezményes nyelvtanfolyam árát. De a képzések nyitottak és folyamatosak, így bárki jelentkezhet rájuk, aki bővíteni szeretné nyelvtudását.
Fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte a Bugyiszlói zenekar. A gálakoncerten részt vette a magyar népzene több országos szaktekintélye és szakértője. Ünnepi beszédében Horváth István országgyűlési képviselő azt mondta, ez nagy ünnep Bugyiszló, a Dunántúl, de az egész magyar kultúra számára. Ma este Magyarországon, ezen a napon a magyar kultúra fővárosa az Bugyiszló. Mondta megnyitójában Horváth István országgyűlési képviselő, aki méltatta a helyiek hagyomány megtartását és azt az igényt, hogy évtizedek óta nem engedik elkopni azt az értéket, melyet Bugyiszló a magyar kultúrában jelent. Amíg ilyen erős a múltjuk és a jelenük, addig biztosította a jövőjük is, tette hozzá. Sebő Ferenc Kossuth-díjas népzenekutató azt mondta, a Bugyiszlói zenekar ma már az unokák zenekara, de minden hangjukkal és zenei sokszínűségükkel méltó őrzői az ősök zenei tudásának, miközben követik a folklór állandó változását. Az az értékük, hogy megőrizték a saját zenéjüket, és nem pártoltak el tőle, és ez a mai napig is, ez az ünnepség is mutatja, hogy ez a közösség ragaszkodik a hagyományaihoz, nem lép túl rajtuk, és egy ilyen modoros áll kultúrára nem cserélik le ezt az egészet. Mihálovics Zsolt az együttes mai vezetőjének nagyapja, Orsós Kis János volt az alapító prímás. Azt mondta, reméli, hogy nagyapja emlékét méltóképpen tudják őrizni. Ha nincs kinek muzsikálni, akkor én muzsikálhatok, és értéket közvetíthetek. Valóban magamnak közvetítem, és aztán majd valaki egyszer meghallja, akkor jó. De amikor egy ilyen, mondhatom, tömeget ide vonz a mi zenekarunk neve, akkor úgy látszik, hogy nem csak a helyi közönséget, hanem országosan, mondhatom, hisz Ausztráliából, földrész, más földrészről érkeztek személyek erre a koncertre, akkor nagyon büszkén állok ma itt, mint a Bugyiszlói zenekarnak a vezetője. Tóth István a település polgármestere azt mondta, Bugyiszló egészen számára büszkeség mindaz, amit a zenekar letett már eddig is a magyar kultúra asztalára, amivel ismertté tették Bugyiszlót szerte a világban. Kifejezetten a helyi közösségeknek szóló falunapot tartottak Szálkán. A főként családokat megcélzó programok szervezői azt mondták, fontos, hogy a falunap programjain keresztül is azt hangsúlyozzák, hogy Szálka egy nyugodt, igazi kis vidéki üdülőtelepülés. A hegymászást utánzó mászófal volt az egyik legnépszerűbb szórakozási lehetőség a gyerekek körében a szálkai falunapon. A közel 10 méter magas függőleges akadálypályát voltak, akik egymás után többször is megmászták. Én azt szoktam csinálni, hogy az ilyen bemélyedésbe kapaszkodok le, nem pedig ebbe a ilyenbe, mert itt lecsúszik a kezed, itt a lábot kell föltenni. Néhány méterrel arrébb népi hangszereket és játékokat készítettek azok, akik már eleget sportoltak. A gyerekek itt olyan különleges hangkeltő eszközökkel ismerkedhettek meg, mint a nádi hegedű, vagy például a japán keserűfűből készült tutora. Ami az alföldi ember számára a zúzoló, tehát ugyanarról a hangszerről van szó. A Kárpát-medencében volt ilyen népi együttes is, aki ennek a hangszernek a nevét viselte, Ferenc János, Tolna megyében élt valaha, és az ő együttese a tutora nevet viselte. A szálkai falunap szervezői a felnőttekre is gondoltak. A szekszárdi Balassa János kórházban működő egészségfejlesztési iroda munkatársai egész délután ingyenes szűrésekkel várták a programokra kilátogatókat. Lehet vércukrot, lehet testösszetételt, ahogy voltunk különböző falunapokon, erre volt a legnagyobb igény. Aztán lehet szénmonoxidot, aki dohányos, ilyeneket lehet. De ki lehet próbálni a részek szemüveget a kábítószer kapcsán, hogy értik, van egy kábítószer szemüvegünk, ezek vannak a tarsolyunkban. Szálkán a helyi falunapot szervezők évek óta nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a programjaik kifejezetten a helyi közösségnek szóljanak. Azt mondják, ez azért fontos, mert ezáltal is szeretnék hangsúlyozni a településre jellemző nyugodt üdülőfalu jelleget. Olyan kívánság és elvárás is lenne, hogy a fesztiválok útján ugye egy nagyobb hírnevet, és minél több ember jön ide, ugyanakkor meg úgy gondoljuk, hogy sokan azért jönnek ide, hogy a nyugalmat és a csendet keresik. Tehát ez egy kettős elvárás, amiben megpróbálnánk valahol egyensúlyt teremteni.
A Szálkai falunapon a családoknak szóló rendezvények mellett színpadi produkciók váltották egymást, kora este pedig a település önkormányzata által adományozott elismerések átadására került sor. Fogadhajtó versenyt rendeztek Szekszárdon. Az idén már második alkalommal megtartott sportrendezvényen C és D kategóriákban állhattak a rajthoz a lovasok és lovaik. Komolynak mondható fogadhajtó versenyt immáron 20 éve nem rendeztek Szekszárdon. A Szekszárd Lovasbarátok Egyesülete gondolt egy merészet, és a Polákuti sporttelepen összehozta a C és a D kategória hajtóit. Teljes sikerrel, mert a sporták hátországa bizony szép számmal megjelent, egyes kettes fogadban és a póniknál megrendezett versenyen 38-an elindultak. Valahol a D és a C kategória arra hivatott, hogy utánpótlást neveljen a B kategóriának, majd később pedig a nemzetközi A kategóriának. Ezzel próbálunk segíteni, kedvet adni a fiatalabb korosztálynak. A megyében korábban is több helyen Szakályban, pontosabban Regőben, Tolnán, Szedrésben is voltak ilyen versenyek, és Szekszárd ebből kimaradt. És én azt gondolom, hogy a testületünk rögtön támogatólag átemeli az ügy mellé. Korán beadták a támogatási kérelmet, egy kicsit húzódott, mire végre megoldódott a dolog, de nagyon örülök, hogy mindenki a képviselőtársok közül az ügy mellé állt. Szép kocsikkal, lipicaiakkal, holland versenylovakkal, elvétve kisbériekkel teljesítették a versenypályát az ömében kezdők és amatőrök. Nekem ez nyugodtabb verseny volt, mert nekünk ez nem pontszerző most. Ez Tolna megyének volt pontszerző, ők többet idegeskedtek, mint én, mert nekem annyi volt, hogy az első helyet megnyerjem, én ezért nem kapok ilyen országos pontgyűjtő pontot. Szeretne a rendező egyesület hagyományt teremteni ebből a versenyből Szekszárdon, és azt is elérni, hogy a mostani szekszárdi kezdő hajtók megmaradjanak, sőt fejlődjenek ebben a sportágban. Regionális híreink következnek. Egy nap alatt több mint 2000 ajánlás. Leadta az összegyűjtött éveket Vári Attila. Fodor Zsóka is értékelt, pontozták az uránvárosi kerteket, balkonokat. Az élővizek védelmére is felhívták a figyelmet, Harcsa Fesztivál Fonyódon. Hétfő reggel 8 órakor a helyi választási iroda nyitásakor leadta a szükséges ajánlásokat Vári Attila, a Fidesz, a KDNP és az ÖPE által közösen támogatott polgármester jelölt. Mint közölte, a hétvégén nagyon sokan támogatták aláírásukkal, a szükséges mennyiség négyszeresét adták le hétfőn reggel. Érkezik a városvezetői oldal polgármester jelöltje és a pécsi Fidesz elnöke a Városházára hétfő reggel. Itt adták le azokat az ajánlóíveket, amiket hétvégén gyűjtött a jelölt és aktivistái, hogy Vári Attila hivatalosan is megküzdhessen a polgármesteri címért. Nagyon boldog vagyok, mert közel 2 nap alatt összegyűlt az aláírás, és annak a többszöröse, négyszerese pontosan, és megtiszteltek a pécsiek a bizalmukkal, és szeretnének ők is a csapat részesei lennék, és a Pécs jövőjét szeretnénk közösen építeni, és egy erős Pécsváros szeretnénk építeni, ami a régióban elfoglalhatja a méltó vezető szerepét. Az ajánlóíveket szombattól lehetett felvenni és a választópolgárokat arra kérni, hogy az adott jelölőszervezet jelöltjét támogassák. A városi elnök elégedett Vári Attila eredményével. Bruttó egy nap alatt 2031 aláírást kapott a pécsi választóktól. Ez önmagában egy olyan elsöprő erejű támogatás, amire még mi magunk sem számítottunk. Mi úgy készültünk, hogy valamikor keddre fog tudni összegyűlni a megfelelő aláírás mennyiség, így a négyszeres szükséges beadandó aláírásnak a négyszeres mennyiségét egy nap alatt
írták alá a pécsi választópolgárok. Nagyon szépen köszönjük. A Fidesz-KDNP ÖPE közös polgármester jelöltjét 600 aktivista segítette az ajánlások összegyűjtésében. Hoppál Péter azt mondja, most a legfontosabb, hogy az egyéni képviselőik is gyűjtsék az ajánlásokat, miközben találkoznak a pécsi szavazókkal. Várja Attila akkor lesz majd hivatalosan is jelölt, vagyis választható, ha a most leadott több mint 2000 ajánlásból 500 érvényes. Uránváros legszebb előkertjeit és balkonjait értékelték a Virágos Uránváros megmérettetés keretein belül. A versenyre nevezett több mint 20 alkotást egy 4-tagú zsűri, köztük a már pécsi lakos Fodor Zsóka pontozta. A cél, hogy ne csak a legzöldebb, hanem a legvirágosabb városrész is legyen Uránváros. Színes növények díszítik az uránvárosiak kertjeit, erkélyeit. Tavasszal indult el ugyanis a Virágos Uránváros elnevezésű kezdeményezés. Ennek keretében több mint 20 család nevezett a megmérettetésre két kategóriában, előkert és balkon. A nevezők alkotásait 4-tagú zsűri értékelte, köztük Fodor Zsóka. A színművésznő stábunknak elmondta, számára Uránváros egy meghatározó, kedves hely, és nagyon fontosnak tartja az ilyen kezdeményezéseket, ahol az emberek élhetőbbé tehetik környezetüket. Én a szívemre hallgatok, meg a szemembe bízom, szóval ahol úgy gondolom, hogy boldogan üldögélnék egy könyvvel a kezembe ezen az erkélyen, mert csodálatos virágok és ápolt virágok vesztek körül, oda természetesen magasabb pontszámot adok, de hát én egy vajszívű vagyok, úgyhogy alacsony pontszámot senki ne várjon tőlem. A Virágos Uránváros zsűrie most második alkalommal látogatott el a nevezőkhöz. Először júliusban értékelték az előkerteket és balkonokat, most azonban más szempontok alapján figyelték meg az alkotásokat. A cél az, hogy azok az eredmények, amiket elértek ezek a közösségek vagy balkon kategóriában az egyéni részvevők, azoknak a fenntartása is a zsűrizés tárgyát képezze. Ezt követően pedig szeptember 1-én a Városnapján és Uránvárosban a Családi Bányásznapon kerül sor az eredményhirdetésre, mind előkert, mind balkon kategóriában. Emellett külön díjban is részesülhet az, aki a legtöbb közönség szavazatot kapja a Virágos Uránvárosért közösségi média oldalán. A kezdeményezés célja egyébként kettős, hiszen nem csak a legzöldebb, de a legvirágosabb városrészé is szeretnék tenni Uránvárost, emelte ki Decsi István, a verseny megálmodója. Harcsa chips, harcsa paprikás és harcsa halászlé. Alkapoltyúsoké volt a főszerep a hétvégén Fonyódon. Idén is több ezren látogattak el a háromnapos fesztiválra. A rendezvénnyel nem csak a halfogyasztást népszerűsítik évről évre, hanem felhívják a figyelmet az élővizek védelmére is. Rotyogott a bográcsokban a harcsa paprikás és a harcsából készült halászlé. Sorban álltak érte Fonyódon. Most vagyunk itt először. Olvastam az interneten, és akkor eljöttünk, autóval jöttünk, Máriáról jöttünk. Balatonmáriáról. Balatonmáriáról, igen. Jó. Szeretik a halételeket én azért? Nagyon, én legalábbis, én meg a lányom is, a férjem az körül, hát önféle arányban. Volt, aki a harcsa chipsről sem akart lemaradni. Rászkivére jöttünk, a harcsa fesztiválra, és finom, tetszik. A harcsa chipsen kívül valami mást is kóstol? Harcsa paprikást. És az hogy ízlett? Az is jó volt, igen. A Balaton kedvelt ragadozó halából tucatnyiféle finom étel készíthető. Harcsa paprikást készítettünk most ezen a fesztiválon. Vegyes halászlét készítettünk, amiben van harcsa, ponty, keszeg, harcsa betéttel szintén, illetve készítettünk harcsa chipset és harcsa filét. A harcsa chips az egyik legközkedveltebb itt a fesztiválon, főleg a gyerekek közé körében, és azok körében, akik nem igazán szeretik a halat. Megmondom őszintén, hogy oda jönnek hozzánk a vendégek, és nem árulok el titkot, mert a végén mindig eláruljuk nekik, hogy mit esznek, az elején nem. Megkérdezzük tőlük, hogy mit esznek, mondják meg, hogy szerintük mi ez. Senki nem mondja meg, hogy harcsa. A rendezvény a halfogyasztás népszerűsítése mellett felhívta a figyelmet az élővizek védelmére is. Idén 7. alkalommal rendeztük meg a Harcsa Fesztivált, melynek két célja volt a szezon meghosszabbítása, hogy megmutassuk, hogy augusztus 20-a után is van élet a Balatonon, illetve a halfogyasztásnak a népszerűsítése. Pénteken és szombaton a halételek mellett népi játszóház várta a gyerekeket, a felnőtteket pedig este koncertek. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Segítség a családoknak! 10 000 forintos ajándékutalványt kapnak a kisgyermekes szekszárdi szülők. Harapásért börtön. Súlyos sérüléseket okozott az agresszív férfi.
liftfelújítás. Nem lehetett tovább várni a korszerűsítéssel. Megkezdődött a szüret. Jó évjáratra számítanak az idén a szekszárdi borászok. Szerdán sem várható jelentős változást hozó légköri esemény, marad az évszakos átlagnál 5-6 fokkal melegebb, alapvetően napos, de időről időre fátyol, illetve gomoly felhősödő idő. A korábbinál több napsütésre számíthatunk, és a csapadék valószínűsége is csökken. Legfeljebb csak elvétve fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar, góc. Mára köszönöm figyelmüket! Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!